Csokonai Vitéz Mihály Dorottyájában az első részben az udvarmestert alakítja, a másodikban a karnevál szerepe Zsbán Mátéjé. Fiatal táncos, aki immár 15 éve a Misina Néptánc Együttes és Táncszínház oszlopos tagja. Nem nehéz, nagyon szeretem ezt a szerepet a karnevált a Dorottyában, ezt a bemutató óta csinálom, 19 óta. És most, hogy fölfrissítettük az előadást, és már két szereposztás is van, mert volt egy csoport összevonásunk, és most már lehetőségünk nyílt a most föllépő fiatalabbaknak is teret adni. Ezért most udvarmesterként mutatkozom be, és most az új karnevált támogatom az adott jelenetekben abban, hogy ő is megmutatkozhasson. Szép idejűt, de a virgonc termet, és frissen benne, vigasságra termet. Nagyon szeretem a népi kultúrát, a népzenét, a néphagyományt. Karvezetőként is nagyon szeretek népdalfeldolgozásokat vezényelni a kórusomnak, és tulajdonképpen itt a Misinában azzal, hogy autentikus és táncszínházi előadásokat is színpadra állítunk, lehetőségünk nyílik játszani is, zenélni is, énekelni is, táncolni is, és nagyon izgalmas színes kavalkádokat állítunk gyakorlatilag színpadra Attila vezetésével. Ez a darab 2019-ben készült el. Most egy felújított változatát láthatta a közönség a Pécsi Nemzeti Színház színpadán. A történet örökérvényű, a párválasztás nehézségeit mondja el, jelen esetben táncban. Jelenkorunkban is nagyon gyakori az, hogy lányok nehezen találnak maguknak párt, de nem csak a lányok, hanem a fiúk is. Tehát tulajdonképpen ez a kapcsolatteremtési formák, fellépő problémákra is reflektált ez a darab. Ezen kívül viszont ugye ez egész vége posz, ezt így írta meg Csokonai annak idején, tehát mindenképpen valami derűsebb témát szerettünk volna erre választani, és így került aztán erre a választás. Szali osztályát, Erházi vezette, ilyen szép hivatalt meg is érdemlette. Hihatal ő van egy szép kis felesége, abba van ő néki a fő gyönyörűsége. Gálber Attila sokat olvas különböző szerzőktől, amikor beugrik neki a kép, vagyis lát maga előtt különböző jeleneteket, úgy gondolja, ebből jó táncszínházi előadást lehetne alkotni. Szépen sorba gyűjtögettem az ötleteket magamba, kijegyzetelem a könyvet, megcsinálom a szinopszisát a darabnak, és hát nem utolsó sorban ugye, mivel ismerem a táncosaimat, és tudom, hogy ki milyen karaktert képes hozni akár egy ilyen táncszínházi darabba, ezért mindig ezeket a karaktereket keresem, és hál' Istennek találom meg az együttesbe, illetve ebben a Dorottyában nagyon, nagyon erős partnerem volt Cserta Balázs, és a Szirtesen Ida Mókus is, akik a zenéjét szerezték az egész darabnak, velük is nagyon sokszor beszélgettünk, rengeteg instrukció hangzott el oda-vissza, és hát végül is így állt össze a darab. A Dorottya című táncjátékban régi új szereplők léptek fel. A műsor második felében a Szeretett fa című többgenerációs folklor műsorokat adták elő, amelyben egytől egyig vadonatúj koreográfiák készültek.